Ez a Hangok közt, a Magyar Zeneháza podcast műsora. Én Dinnyés Dániel zeneszerző vagyok, és ebben a műsorban bemutatom a magyar zeneszerzőtársadalom tagjait 25-től 100 éves korig. Állandó szerkesztőtársam, Dargai Marcell zeneszerző, három személyre szabott meglepetés zenével készül, amelyek kapcsán vendégeimmel beszélgetünk komponálásról, alkotásról, életről. Mai vendégem Tornyai Péter, junior prima és Artisius díjas zeneszerző, hegedű és brácsaművész. A Centrifuga kortárs zenei műhely alapítója, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés tanszakának tanára. 36 éves. Szervusz, Peti! Szervusz! Üdvözöllek itt a Hangok közt nevezetű podcastban, ahol is három meglepetés zenén keresztül fogjunk beszélgetni az alkotáshoz fűződő viszonyodról. Mielőtt még elkezdenénk a zenékkel foglalkozni, az első kérdésem az lenne, hogy emlékszel az első hangra, amit leírtál valaha zeneszerzőként? Hát arra emlékszem, hogy az első hangok, amit leírtam, azok vizuálisan hangok voltak, vagy a notáció értelmében, de zenei jelentőséggel nem bírtak. Ez úgy történt, hogy hát én eléggé zenész családból jövök, és 6 évesen elkezdtem megedülni, és azt nem tudom pontosan, hogy ez előtt vagy ez után volt, de tudom, hogy valamelyik ilyen karácsonyra vagy születésnapra ilyen kottás füzetet kértem, és... Te kérted? Tehát nem kaptál, hanem hogy te kérted ezt kifejezetten? Kértem, és akkor elkezdtem teleírni, anélkül, hogy annak igazából olyan funkció lett volna, hogy az tényleg egy zene legyen. De hogy magyarul, hogy láttál kottákat, láttam, gondolom, ugye családból adom, és egyszerűen azt gondoltad, hogy csak itt el kell írni, és viszontlátás. Igen, tehát ezt én úgy gondolom, ez olyasmi, mint amikor elkezd rajzolni a gyerek, és és akkor hát ezeket, és aztán ami az első olyasmi, amire úgy emlékszem már, amit már azért írtam le, mert hogy akkor az egy zene, az is szintén ez vagy a következő ilyen füzetnek az egyik oldala, ahol ezeket ilyen, nem tudom, 10-20 éve később megtaláltam, és nagyon szórakoztató volt, mert pontosan vissza lehet fejteni, hogy éppen milyen darabokat ismertem meg. Megismertem meg, meghegedültem, és akkor hát azokra ilyen nagyon hasonló kis ilyen periódusnyi. És de figyelj, de viszont, hogy ez a fajta dolog, hogy te kotta papírt kész, és azt tele akarod írni, ez szerint láttál valakitől ilyen alkotó, vagy akár átíró tevékenységet, ami erre vezetett, hogy akkor te is olyat akarsz csinálni? Nem, vagy legalábbis ilyen emlékem nincs. Tehát sok zenész van a családban, de ez valahogy eléggé természetes volt. Hogy akkor hát ezt is ki kell próbálni, mint az, hogy lerajzolni a betűket, vagy leírni a... Vagy, és a családban, vagy akár a rokonságban, vagy bárki baráti körben láttál alkotó művész? Tehát ez nem kell, hogy zenész legyen, ez lehet bármi más is, hogy láttál olyat, aki alkotással foglalkozott kifejezetten. A családban nem annyira, ami ilyen korai élményem, hogy a édesapámnak, aki csellista, tehát a zenészség az egész az ő irányából jön, ő neki gyerekkori legjobb barátja volt az Orosz István nevű grafikus művész, és hát nekünk otthon is a szobák falain ott voltak ezek a ilyen trükkös, anamorf képek, és tehát, hogy ez például olyasmi, ami ilyen nagyon korai élményem. De hogy nem láttad őt, csak, nem hogy, láttam csak alkotni, hogy láttad az alkotásait. Csak láttam meg ugye ő, tehát egy olyan ember volt, akiről tudtam, hogy kicsoda is alkot, és hogy ő csinálta azt is. Valójában egy élő személy. És arra azt vissza tudod idézni, hogy amikor ezzel foglalkoztál, mert ha jól értem, akkor olyan 6-7 éves korod környékén elkezdtél ezzel foglalkozni, akkor az milyen érzés volt, vagy hogy egyáltalán mi az, ami vonzott benne, vagy mi volt, ami ennyire lekötött, meg gondolom lekötött a dolog. Igen, egy kicsit későbbről tudom ezt megfogni, tehát mondjuk nem 6-7, hanem ilyen 10 éves koromból, hogy zenét írni, az tulajdonképpen az a tevékenység volt,
ami így a szabadságot jelentette, meg azt, hogy mi az, ami csak az enyém. Tehát az, hogy én... kicsit részletezzük, mi az, hogy szabadságot jelentette? Hát azt, hogy zenésrádó voltam, és az evidens volt, hogy elkezdek hangszert tanulni, és sokat gyakoroltam otthon, meg jól ment, tehát hogy ennek volt egy ilyen, egyrészt természetessége, másrészt meg azért mégiscsak egy ilyen iskola jellege. Uh-huh. És ami viszont, tehát hogy azt nem tudom, hogy miért kezdtem el írni a dolgokat, de amint elkezdtem írni a dolgokat, abban éreztem azt, hogy na ez most az, amit én csak azért csinálok, mert ezt akarom csinálni, és ebben nem szólnak bele. Aha. És tehát a hegedülés nem ilyen volt akkor. A hegedülés nem ilyen volt, az hát ott volt a tanár, ott volt az édesapám, és ott volt, amit meg kell csinálni. Tehát annak volt egy ilyen rendszeressége, meg ilyen életvitelszerűsége, és akkor a zeneszerzés volt az, ahova én így a... Hát igazából azt is mondtam, hogy az volt a hobbi. Na jó, de lehetett volna ez a makettépítés is, érted, vagy a focizás, vagy bármi más is. Tehát, hogy miért pont tehát mert hogy azt gondolja az ember, hogy a zenélésben kvázi, vagy a hangszerjátékban nem annyira találod meg a saját magad örömét, akkor miért pont a zene irányába mozdultál, mert ez is ugye a zene irányába... Tehát azt nem mondom, hogy nem találtam meg az örömet. Ez most egy erős fogalmazás, de igen. Szerettem, hanem valószínűleg pont azért, mert hogy a zene az olyasmi volt, amiben, tehát az korán kiderült számomra is, hogy nagyon érdekel, meg nagyon fontos, de hogy ebbe kellett találni valószínűleg egy olyan területet, ahol én elmehetek olyan irányokba, ami csak rajta múlik. Meg ami csak rajta múlik, és ami egyfajta ilyen kísérletezés. És arra emlékszel, hogy amikor elkezdted ezt csinálni, mi volt az, ami mentén elkezdted írni? Hát a zenei példák, vagy az, ami éppen nagyon foglalkoztatott a zenei irodalomból, vagy amivel találkoztam, az biztos, hogy nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy éppen mit írok, vagy hogy a zeneszerzés az mit jelent. Tehát tulajdonképpen egész sokáig, mondjuk így az a középiskoláig, ez így nyomon követhető a egy ilyen zenetörténeti fejlődés vagy megismerésnek a táján, tehát hogy ott van, hogy mik a Mozart, akkor hol volt az a pár év, amikor Mahler szimfoniák mentek Szegeden, ami hát egy hihetetlen élmény volt, és akkor az pontosan látszik azokban. És már kiskorodban megfogott a Mahler? Mert ez később szokott bekövetkezni az ember életében. Hát igen, nem, jó, nem ilyen nagyon kiskorban, de mondjuk a kamaszkor elején az egy nagyon meghatározó élmény volt. És például, maradjunk a Mahler példánál, de bármilyen más példa is lehet, hogy mi volt az, ami megfogott elsődlegesen benne? Hát a Mahlernél van egy olyan formátum a dolognak, ami nekem teljesen új volt. Ja. És én ugye... Mert a léptékre gondolsz itt. Hát a lépték olyan szempontból is, hogy hát óriási zenekar, meg hosszú tételek, de olyan szempontból is, hogy stilárisan, vagy szóval, hogy mennyi féle típusú zene belefér ebbe, és ezzel együtt pedig egy ilyen hihetetlen, nem tudom, emocionális hatást vált ki. Konkrétabban az érményen is kapcsolódik, hogy hát én ugye tényleg 6 éves korom, vagy még korábbi óta jártunk állandóan a szegedi zenekar koncertjeire, a napukám játszott, és ott, amikor ezek a Mahler szimfóniák mentek a Fürszt János karmester ötlete alatt, az valahogy olyan, tehát egy ilyen nagyságrendi lépés volt, még a ilyen előadói értelemben is a zenekar számára akkor, ami hát úgy nagyon érződött. És ezek az élmények hogy köszöntek vissza a komparálás közben? A Mahler az talán leginkább ilyen harmóniai szempontból érződik azokon a darabokon, tehát nem kezdtem el szimfóniákat írni, hanem azok kamarazenék maradtak, mert azért még egy dolog talán fontos, hogy miközben ez tényleg egy ilyen hát nem is titkos, de egy ilyen saját dolog volt, hogy én komponálok. Ugyanakkor, amikor azért elkészült egy-két dolog, akkor lehetett arra számítani, hogy mondta a zenés család miatt, hogy akkor ezeket majd ott otthon megszaladhatjuk, és akkor ezek tényleg
lettek, és ez azért azt is biztos, hogy befolyásolta, hogy kamarazenék születtek már ekkor, és hogy az előadás, meg a zeneszerzőség az egy ilyen egy dolog. Tehát, hogy praktikusan kezdtél elgondolkozni a dologra. Igen, tehát, hogy bejött ez a szempont, hogy akkor... Mert sokaknak sokáig nem jön be. Csak azért kérdezem ezt. Ez érdekes kérdés. Egyébként főleg, tehát, hogy ma már szerintem még nagyobb a különbség, amikor én ilyen kicsi voltam, akkor még az nem jött szóba, hogy ilyen zeneszerző szoftverekkel komponálni, és akkor visszahallgatni, hogy mit ad a gép, tehát akkor kezdődött. De és hogy az a zeneszerzés, úgymond technikáin, ha lehet ilyet mondani még ilyen fiatalkorban, ez akkor tulajdonképpen ez a praktikusság hagyott leginkább nyomot. Hogy minél inkább előadható legyen a dolog. Igen, illetve ahogy tulajdonképpen ezekkel a különböző zenékkel ismerkedtem meg, ezeknek a technikái is valamilyen módon. Uh-huh. És amikor aztán a konziba ugye bekerültél, volt-e valami váltás az egész zeneszerzéshez, vagy az alkotáshoz való hozzásodban, vagy pedig teljesen egyenes vonalú folytatása volt mindennek? Hát nem, az egy elég sokkoló dolog volt, tehát a két egymást követő sok. Az első az volt, hogy én ugye Szegeden elkezdtem a konzit hegedűsként, és Szegeden nem volt zeneszerzés szak, tehát ez szóba se jött. Viszont a Huszár Lajos tanított ott, a főiskolán. Egyetlen. Elmentem hozzá, hogy akkor így megmutassam a darabokat, és akkor tényleg így magánúton jártam hozzá. És hát, tehát ez, akkor tényleg azt éltem meg, hogy most elveszítettem azt, ami eddig volt. Ez miben állt az elveszítés? Hát az, hogy most már innentől nem az van, hogy ez az én magánügyem. Kis saját világom, magánügyem, és a szívem csücske, ahova nem lát be más, hanem ez ugyanolyan stúdium lesz, mint a hegedülés, vagy a matek, vagy a nem tudom. A Lajossal elkezdtük, nem is igazán zeneszerzést, hanem elméletet, meg elemezni darabokat, meg stílus gyakorlatokat csinálni. Most tulajdonképpen azokat a dolgokat megérteni, amiket én eddig próbáltam csinálni, és az alapján valamit, és mondta a Huszár Lajos akkor, hogy hát ezek az elméleti dolgok nagyon jól mennek, meg hogy érdemes ezzel foglalkozni, és hát de hát, hogy majd valamikor nyilván föl fogok lázadni, mert hogy biztos nem ezeket a dolgokat kell majd írni, és akkor ezt én nem értettem először, igen, hogy miért kellene fellázadni, vagy hogy mi az, hogy fellázadni. És akkor érdekében szívesen csináltam ezt, meg szerettem ezeket az órákat, de akkor egy időre egy kicsit ilyen légüres térbe került az, hogy ez most mi nekem, vagy miért kell ezzel, vagy miért csinálom. És erre volt valami válaszod aztán? És aztán erre az adta meg a választ, ami másik sok volt, amikor két év után feljöttem Pestre a Bartók konziba. Hegedűsként jöttem föl, és éppen a hegedűben levő váltás volt az elsődleges, de akkor ez kapóra jött, hogy mondta Lajos, hogy hát akkor mindenképpen akkor írt egy levelet a Fekete Győr tanárúrnak, hogy ki vagyok, és mit csináltam, és én szívélyesen fogadott, és onnantól jártam az órákra, úgyhogy biztos valami szépet írt. Valami szépet írt, és vagy biztos megírta, hogy majd fel fogok látni. Az lehet, igen. És szóval minden esetre az ott az első élményem még nem az iskolában, hanem a kollégiumban a nulladik napon, amikor megköltöztünk, és a Vizeli Máté kollégám, barátom, aki szintén hegedűszakos volt, de és komponált, mutatta a nyáron írt bémol hegedű versenyét, és hát én teljesen kész voltam, hogy hát tehát itt ez tényleg ez van, hogy itt hegedű versenyeket írnak, és előadják, és viszik a felvételt, és hát én meg itt írom a, nem tudom, menüet árészeket a szertanár úrnak. Ez a ponton nem tudtam, hogy most akkor ez micsoda, viszont emellett az elég hamar kiderült, hogy az a közeg, amiben bekerültem,
az a kozis közeg, tanárok, diáktársak, hogy ez egy olyan inspiráló dolog volt, ami nekem tulajdonképpen nagyon hiányzott a szegedi időszakból, illetve ezt nyilván akkor nem tudtam, hogy hiányzik, hogy hogy egy olyan perspektíva nyílt meg, ami az első sok után inkább egy abszolút egy ilyen inspiráló dolog. Erre majd lesz még egy kérdésem, csak még kicsit érünk vissza, hogy is, amikor te komponáltál, hogy akkor inkább improvizatíva voltál, vagy tehát improvizáció alapúan csináltad ezt, vagy pedig nagyon határozott elképzelésed volt mindig arról, hogy mit akarsz leírni? Én nem, sose voltam improvizáló típus. Csak ez mai napig nincs? Ez mai napig nincs. A komponálásnál nagyon kevés terve van nálam az improvizációnak. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nagy tervekkel érkezel, tehát hogy magyarul, amikor mielőtt még elkezdenél bármit is leírni, az előtte nagyon megfogalmazod magadnak, hogy mit akarsz csinálni. Hát nem feltétlenül, hanem inkább azt, hogy tehát van valami kiinduló pont, ami nagyon erős, mert ha nem elég erős, akkor azzal nem tudok mit kezdeni. Uh-huh. Ezért elég nehezen indul el egy-egy darab, mert kell, hogy legyen valami olyan, amire azt érzem, hogy érdemes pedig ebből érdemes darabot írni, viszont ezek még csak csírák, tehát ez sokféle lehet. És ezt akarom kérdezni, hogy kell elképzelni, hogy mi ez az erős dolog? Szóval ez sokféle tud lenni. Tehát lehet, van, hogy ez valami hangzásbeli dolog. Van, hogy valami absztrakt szerkezet, vagy valami egészen valami zenén kívüli inspirációnak a megjelenése, vagy... Mondasz egy példát a zenén kívüli inspirációra? Akár a megint darabjaidból, hogy valami... Hát például mondjuk egy szöveg szerkezete olyan, ami azt érzem, hogy ebből kell csinálni valami zenét, vagy ez engem zeneként kezd el érdekelni, vagy vizuális dolgok. Elég sok olyan darabom van, ami képzőművészeti alkotások, vagy a képzőművészet mint folyamatnak az inspirációjából született. És akkor onnantól általában úgy működik, hogy elkezdem ezt a körül járogatni, ezt a kiinduló pontot fölvázolni, a lehetőségeket, tehát mint hogyha egy ilyen térkép épül neki köré, és aztán az megint csak többféle már, hogy abból konkrétan hogyan lesz aztán darab, és az mennyire egy ilyen egy ötletből kiírható dolog, vagy mennyire lesz szertágazó. Ha jól értem szavaidat, nem az a fajta ember vagy, akinek van valami elképzelés, és aztán elkezdi macerászni a darabot, valamerre mennek a hangok, nagyon figyeli, és akkor megy vele, hanem hogy neked előre kellenek azok, hogy lássál pontokat, hogy vajon merre felé fog ez alakulni. Igen, az például szerintem jellegzetes, hogy a vázlataimnak a majdnem mindig az első vázlatok azok szövegesek. Aha. Amiket nagyon nehéz magam számára is visszafejteni, tehát hogyha évekkel korábbi darabnak megtanult vázlatait, akkor lehet, hogy nem fog rájönni. El szabad mondani egy ilyen szöveges vázlatot, hogy például az, hogy néz ki? Nem tudom ezt jól visszaadni. Interpretálni? Igen. De tehát, hogy egy-egy szó, ami ilyen asszociatívan eszembe jut, vagy ábrák, tehát olyas, tulajdonképpen az alapötlet, vagy az abból már sejtett dolgoknak hogy abból még merre lehet menni, vagy mi az, ami hozzá tartozhat a holdudvarát. Tulajdonképpen akkor egy asszociációs játékot csinálsz ilyenkor a legelején. Igen, és aztán mondjuk ezekből a felskiccelt dolgoknak a 10-70%-a az, ami tényleg a darabban megvalósul, de valahogy szükségem van arra, ezt megfigyeltem így az idő alatt, hogy végig gondoljam ezeket a lehetőségeket. Aha. Ahhoz, hogy úgy érezzem, hogy még hogyha nem is használom őket, hogy tényleg belementem ebbe a darabba. És ezután kezdődik csak el egyáltalán a hangokkal való foglalkozás? Hát sokszor igen. Van azért, amikor valami hangzás, vagy jobban hangokat tartalmaz maga ez az alapötlet, hogy rögtön vannak hangok, illetve
viszonylag sok olyan darabom van, ami valamilyen módon kapcsolatba kerül, vagy reflektál már létező korábbi zenékre, és olyankor ugye ott van egy alapanyag, ami szintén... De tulajdonképpen az alapanyag is úgy van kezelve a kompilálás során, mint ezek a vázlatok, hogy ott van, mint egy ilyen lehetőség halmaz, és aztán... Kitről, hogy használod-e, vagy abból, nem. Igen. Aha. Egyik interjútban azt írta, a zeneszerzést mindig játéknak fogtam föl, annak idején, amikor elkezdtem hivatalosan tanulni, meg is viselt egy ideig, hogy ezzel elveszni véltem a dolog játékságát. Mit értünk ezzel, hogy a zeneszerzés mint játék? A játék az nekem mindig összekapcsolódik a kísérletezéssel, uh-huh. és azzal is, hogy olyan fajta kísérletezés, aminek potenciálisan van valami eredménye. Ezt azért is mondom, mert emlékszem arra is, hogy egy ilyen gyerekkori élményem, hogy én azokat a játékokat szerettem, amikor az öcsémmel játszottunk, aminek az akkori elképzelésem alapján volt valami értelme. De visszatérve a zeneszerzés mint játékra, és ez most lehet, hogy egy picit pont ellent mond látszólag mondja, annak, amit az előbb mondtam, hogy ugyanak ugye a játék az olyan tevékenység, ami nem a nem tudom, az életfunkciók fenntartására, és tehát, hogy tulajdonképpen egy... Mint a művészet, igen. Igen, egy értelmetlen tevékenység, amire mégis szükségünk van. És hogy igen, tehát ez a kísérletezéssel is összefügg. Engem mindig odáig érdekel ez a játék dolog, amíg még... kérdéses, hogy mi lesz az eredménye. Tehát kell, hogy valahova kifusson a dolog, de olyan értelme nem kell, hogy nem, egyáltalán nem érzem, nem tudom, felesleges körnek, amikor valaminek az a végeredménye, hogy nincs végeredmény. Ellentmondások embere vagy. Jó, figyelj, viszont akkor hallgassuk meg az első zenét, aki szintén az ellentmondások embere, egy Mozart lesz, méghozzá az Ádur fuvola 4-esnek lesz a harmadik tétele. Lesz, és a Jean-Pierre Rampal fog nekünk itt fuvolázni, meg az Isaac Stern, a Salvatore Accardo brácsázik, és a Rostropovics, úgyhogy egy kezdőbagás fogja nekünk ezt játszani. Thank you.
közös barátunk Dargai Marcival azért gondoltunk erre, hogy ezt elmondani. Több oka is van. Az egyik ugye a te kamarazenélésed, és ugye a kamarazenészi mi voltod. A másik pedig az, ugye, hogy az egyik első, úgymond fontosabb darabod, az szintén egy ilyen fuvoli négyes formáció volt. És ezt akartam tőled megkérdezni, hogy itt ebben a konzis, vagy a környéki fázisban, hogy ez a fajta kamarazenei visszahatás, vagy akár konkrétan ez a fuvola négyes is, nem feltétlenül ez, de hogy a Mozart fuvola négyesek, hogy ezek milyen hatással tudtak lenni a te zeneszerzői, akkor már fejlődésedre túl az első sokkon. hogy ez hogyan tudott ráthatni? Hát az biztos, hogy nem zeneszerzői, hanem zenészi szempontból a legfontosabb dolog, ami történt ebben az időszakban, az hogy kamarazenésszé váltam. Aha. És ez azóta is. Igen. Így van. És tehát, hogy igazából az, amiért én zenész lettem, én azt onnan datálom abból az élményből, amikor otthon édesapám, amikor a Schubert kvintettet próbálták. Szerintem akkor én még nem is tanultam hegedülni, csak ott ültem benne a próbákon is. Szóval az egy ilyen... Az beütött. Igen, és a darabbal való viszonyomat is nagyon meghatározza azóta, uh-huh. meg hát az egész zenével való viszonyomat. De hogy amikor Pestre kerültem, akkor ebbe a közegbe bekerültem a kamarazenélésnek a mélyére, és tulajdonképpen ott például nagyon fontos élmény volt a kamarazene tanároknak, a Wagner, Dittar, Csaló Gábor a hatása, és ott éreztem meg valahogy azt, hogy mi az tényleg, hogy zenésznek lenni. És sokkal közelebb éreztem ott ezen a ponton a zeneszerzőségem, éppen sokkot kapott zeneszerzőségemnek a hangszerességhez való viszonyát a kamarazene által, mint a hegedülés által. Ezt szabad egy kicsit fejtegetni? És ezért volt annyira fontos, gondolom, a Wagner Rita is, meg a Csalog ismerők is, ugye egy ilyen nagyon a mélyére menős és turkálós emberek a zenei szövetbe. Hát igen, tehát ugye ez tulajdonképpen egy olyan iskola, vagy ilyen összefonódó iskolák, amik a Radostól, meg a Kurtáktól, meg jönnek, amit aztán később nekem alkalmam volt közvetlenül uh-huh. is velük megtapasztalni. Ott tényleg az a szempont, hogy úgy eljátszani valamit, hogy megértsük és megértessük. Uh-huh. És hát ez abszolút egy ilyen zeneszerzői megközelítés. De még olyan szempontból is ez összekapcsolódott, hogy mondjuk a Csaló Gábor volt az, aki bátorított arra, hogy komponálok, hogy akkor hozzam be a kamara órára a készült darabot, és akkor ott elkezdte tanítani, és akkor... Tehát, hogy az élményem is megvolt, hogy hát ilyen tanárok, meg művészek is ugyanilyen zeneként tekintenek, vagy ugyanúgy nyúlnak hozzá ahhoz, amit én csinálok, illetve, hogy én tulajdonképpen a Kurtággal előadóként találkoztam, és azok voltak azok a meghatározó élmények, amik alapján mint zeneszerző. A Kurtágon keresztül meg tudtad azt tapasztalni, hogy az, amit ő tanít, és ugye zenészként tanít, az gyakorlatilag milyen szoros összefüggésben van a saját darabjaival. Pontosan, igen. Aha. Tehát, hogy a Kurtágnál élőben látszott az, hogy ez egy elválaszthatatlan dolog, és hogy ő pontosan ugyanúgy tanítja a Mozartot, uh-huh. mint ahogy a saját darabját, ja. és pont olyan kíméletlen velem, aki megpróbálom eljátszani, mint saját magával, amikor játszik, vagy ír valamit. Szóval ez egy ilyen nagyon erős impulzus volt. Azt is írtad az egyik helyen, hogy közvetlenül a zenémre mi hat, azt nem tudom, illetve nem akarom tudni, mert az bekapcsolna bennem valami védekezési mechanizmust, és zenét írni nem lehet valami ellenében, vagy valamitől tartva. Ezt egy kicsit bedzegetjük, hogy ez mit jelent ez a védekezési mechanizmus nálad? Hogyha tudatosítom magamba azt, hogy nagyon hat rám mondjuk Kurtág zenéje, vagy Kurtág zene bizonyos megoldásai, akkor onnantól kezdve óvatatlanul van egy ilyen dolog, hogy ja, de hogy akkor nehogy lemassolj. Ja, hogy akkor automatikusan lesz egy ellenszérum, ami azt mondja, hogy akkor végre csak véletlenül sem menjünk arra, ami egy kicsit. Hát igen, vagy legalábbis egy ilyen bizonytalanság, hogy
most, hogyha én már ezt tudom, hogy, hogy ez van, akkor innentől már nem vagyok ártatlan abban, hogyha valami pont ugyanúgy működik, hanem az... Tehát, hogy az ilyen direkt hatásokat, vagy ha úgy tetszik, akkor gyakorlatilag az idézeteket sem, vagy pedig azt teljesen máshogy próbálod használni. Az más, tehát az idézet, vagy legalábbis ahogy én használom ezeket a létező zenéket beépítve, az számomra nem rejt ilyenfajta veszélyt, mert hogyha beemelek egy Bachot, akkor nem attól félek, hogy jaj, csak nehogy Bachos legyen. Az inkább egy ilyen tiszta lap jelleg. Szerinted kell egyáltalán bárkinek bármitől félteni, hogy valamilyen es lesz? Hogy ez mit jelent? Tehát, hogy mit jelent egy megítélésbe, vagy mit jelent az ő számára, maga számára, hogyha valakinek valamilyen es lesz a zenéje? Strauss-os lesz, Webern-es lesz, Kurtágos lesz, teljesen mindegy, csak hogy ez bármifajta negatívumot hordoz magában? Nem. Azt hiszem, hogy nem attól van a félelem, hogy jaj, akkor azonnantól kezdve, nem tudom, epigonság, vagy más-más, vagy ez akkor mit szólnak, hanem, hogy azt érzem, hogy onnantól, hogy valamit leírok, onnantól annak az összefüggés rendszere működik, és annak kell nekem a körbejárnom a lehetőségeit. Uh-huh. És hogyha valami olyasmi jön be, ami számomra világosan mutatja egy másik szerzőnek a jellegét, akkor onnantól kezdve annak az összefüggés rendszere is hozzátartozik ehhez a képhez. És hogyha mondjuk ez például egy hatásmechanizmusbeli hasonlóság, akkor rögtön felmerül az, hogy az eredeti az erősebb, akkor én miért próbáljak csinálni valamit? Te magyarul, hogy attól tartasz, hogy mit tudom én, a Schönberges dolgot csináltál, hogyha kiderül, hogy nagyon Schönberges a dolog, akkor ez a Schönbergi válasz lesz arra a problémára, amit viszont te vetettél fel, és nem a saját válaszod lesz erre a dologra. Tehát valami ilyesmiről van szó. Ilyesmiről van szó, illetve, illetve hogyha úgy teszem fel a kérdést, hogy arra a Schönberg válasza jó, akkor nekem nem kell arra válaszolnom. Aha. Vagy akkor nem tudok válaszolni számomra érvényesen. Aha. És szerinted létezik-e ilyen fajta dolog, hogy az én kérdésemre ő válaszol, vagy az ő kérdésére igazából én válaszolok, hogy ez ennyire meghatározhatóak-e akarok így egymáshoz képest? Hát azt hiszem, hogyha eltelik egy bizonyos idő, vagy hogyha nem is az időtől függ, hanem hogy mennyire lett más a kontextus, akkor már át tudjuk ugrani ezt a problémát. Aha, és téged stilisztikailag zavar jobban az ilyen olyanos, vagy gondolkozásilag, vagy szerkesztésileg, vagy hogy... Mert én nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy gyakorlatilag kit érdekel a stílus, mert 100 év múlva, hogy ezt most 50 évvel ezelőtt, vagy azután írták, vagy egyáltalán, tehát hogy mitől lesz igazán érvényes szerinted ez a dolog, hogy ez függ-e a stílustól bármi ilyesmi? Most ez kicsit más lesz, de ide kapcsolódik, hogy én azt gondolom, én úgy látok rá a saját darabjaimra, vagy a saját zeneszerző alkotásomra, hogy nagyon nehezen tudok megfogni valami közös stílus, vagy olyasmit, ami... Már saját magadon belül. Igen. Aha. Tehát, hogy szinte kivétel nélkül az összes kortárs kollégám, akikkel kapcsolatban vagyok, és akinek a zenét valamennyire ismerem, jobban meg tudom mondani, hogy mitől ő az, vagy mint saját magamnál, és ez egy ilyen ambivalens dolog bennem, mert egyrészt van egy kis ilyen, nem tudom, irítség bennem, hogy hát milyen jó lenne, hogyha azt tudnám mondani, vagy így meg tudnám mutatni, hogy akkor na, ez én vagyok. Ez a hangod. Ugyanakkor meg azt is tudom, és tapasztalom, hogy amikor elkezdek egy új darabot, akkor csak az érdekel, ami még nem tagozódik be abba, ami volt. Tehát, hogy aztán lehet, hogy hasonlítanak a darabok, vagy lehet, hogy kívülről ez egész más, hogy látszik, de hogy nem igazán tudom úgy reprodukálni a saját zeneszerzői gondolataimat, hogy azok valamilyen összetartozó életmű részei legyenek. Technikailag igen, tehát, hogy vannak olyan eljárások, meg módszerek, amik
amik visszaköszönnek, vagy amik érdekelnek sok darabon keresztül. Mert ezek ilyen szerkesztésekről beszélünk. Szerkesztések, aha. Meg vannak olyan zenei anyagok is, amit különböző hangszerekben, meg módokon használok. Uh-huh. Tehát, hogy akkor nehezen is engedek el valamit, hogyha abban még látok ki matériát, dolgozni, vagy lehetőséget. Tehát az az érzés, hogy én most tudom, hogy meg tudok írni egy következő darabot, az nincs meg. És ez egy nagyon-nagyon egyrészt frusztráló érzés. Tehát egyrészt vágyom arra, hogy milyen jó lett azoknak a szerzőknek, akik ontják magukból. Igen. Hát akinek van stílusok, és akkor azt írják. De ez valószínűleg ez nincs így. Tehát valószínűleg a stílus úgy alakul ki, hogy saját magán kívül. Tehát, hogy magyarul ő csak írja, és a végén azt más meg azt mondja, hogy ez a stílusod. Tehát, hogy... Igen, csak hogy... Tehát, hogy én látok olyan szerzőket a múltban is, meg a jelenben is, akiknél azt feltételezem, hogy hasonló módon meg tudnak írni egymás után darabokat, aha. Ami nem azt jelenti, hogy ez jó. Ne szenvednének vele, vagy hogy ne lenne akár mindegyik ugyanilyen érdekes szellemi élmény megírni, tehát ez nem azt mondom, hogy ilyen tömeggyártás, csak hogy mégis mondjuk van tehát hogy egy úton mennek, aminek különböző állásai vannak. Uh-huh. Nekem pedig az az élményem zeneszerzőként, hogy minden egyes új darabnál így előről kell kezdeni az egészet. Ezt fogjuk folytatni a következő zene után, ugyanis a következő az viszont nagyon föl lehet ismerni a zeneszerzőt, ez Webern lesz, és a Webernnek az 5 zenekari darabjából lesz a harmadik és negyedik tétel, igazán rövid kis dolgok, de ugyanezt fogjuk ezt a kérdéskört boncolgatni. Szóval, hogy a Webernnél is ugye az van, hogy nagyon stílus, tehát hogy ott föl lehet ismerni, és még akkor is, amikor nem datagafon szerkesztés szerint csinálja, de hogy azért is hoztuk ezt el, mert hogy van egy olyasfajta érzete a Marcinak is, de hát nekem is, hogy van valami nagy rokonságod, vagy gondolatbeli rokonságod a Webernnél, ez a fajta sűrűség, akár a gesztusoknak a jelenléte, de meg ez a beszédszerűségnek, ami rád is nagyon jellemző. Valami ilyesfajtát szeretnél, hogy ezt érted stílusodat, hogy így tök jó fölismerhetően rögtön az első ütemtől meg lehet mondani, hogy na, ez bizony a Tornyai. Tehát, hogy ez hiányzik neked az életedből? Nem biztos, hogy ez hiányzik az életemből. csak inkább, tehát, hogy ez egy ambivalens dolog, mert hogy van bennem ez, hogy biztos milyen jó lehet azoknak, akiknek ez megvan, ugyanakkor pedig észreveszem, hogy engem nem az érdekel. Tehát, hogy valószínűleg, ha meg lenne ez, akkor mégiscsak boldogtalanabb lennék. Itt van egy ilyen érdekes kérdés, amit most így felvetek neked, hogy szerinted a gondolkozásodnak a koherensége az nem-e maga a stílus? Attól függetlenül, hogy egyébként ez most egy Bach átirat, mint a
upsheetbe, vagy pedig a, mit tudom én, a zongoradarabotnak a stílusa. Tehát, hogy nem-e a gondolatiság és a gondolatiságnak a koherensége az, hogy te hogy oldod meg. Tehát a megoldó képlet maga az nem-e a stílus. Attól függetlenül, hogy ez most éppen felfedezek-e benne ilyen vagy olyan akkordokat, vagy ilyen vagy olyan hangzásokat. De, tehát hogy ezzel nyugtatom magam, amikor... csak vagy... nyugtatod magad, vagy tudod, hogy ez így van? Hát tudom, hogy így van, csak ez azt a helyzetet nem oldja meg, hogy ettől még minden egyes darabnál úgy érzem, hogy nulláról kezdem. Még hogyha el is hiszem, hogy ugyanaz a gondolkodásom, és hogy ez nyilván lesz valami, tehát hogy... De szerinted ez normál esetben nem mindig így van minden alkotóban vésztél? Tehát tudunk mi ennyit a szakmáról, hogy úgymond ötlet nélkül, ezt tudom, hogy meg fogom oldani. Tehát, hogy az ötlet maga meg úgyis a nullából fog érkezni, nem? Tehát létezik ilyen, aki szerinted így nem nulláról érzi, hanem azt mondja, hogy ezt megcsináltam, innen indulok tovább, aztán onnan is ilyen lépcsőként lép a saját pályafutásán végig? Hát szerintem van ilyen is, és van az is, akinél ez nyilván nem a tudatos szinten, hanem jön belőle, mint... Uh-huh. Mint ahogy a Vörös Sándor mondta, igen. Másból a vállalék, igen. De szerintem ez nem egy fontos kérdés, azt hiszem, hogy van-e stílusod, vagy nem. Nem, valószínűleg nem fontos kérdés. Hogyha ez olyan fontos kérdés lenne, és ennyire zavarna, akkor nem tudnék egyáltalán írni. Igen. Hogyha azt nézem, hogy mennyi időt és energiát tudok most a jelenlegi élet szakaszomban a komponálásra, uh-huh. kapalással tölteni, akkor ennek az összefüggésben szorító érzés az, amikor azt érzem, hogy nagyon nehezen. Magyarul, hogy keveset tudsz komponálni. Igen, tehát, hogy időileg hogy mivel és visszagondolok azokra nem annyira nagyon régi időkre, amikor hát effektíve sokkal több időm volt, mert nem volt három gyerekem, meg más... Pénzkeresetés. Igen. Akkor hát el nem tudom képzelni, hogy miért nem írtam háromszor ennyi zenét. Illetve, tehát hogy ezt a részét tényleg irigylem, nem másoktól, hanem attól, hogy úgy lehessen, úgy tudjak foglalkozni a zeneszerzéssel, hogy nincsen ez a fajta ilyen szorító dolog, és szerintem, ha nincs egy ilyen külső kényszer, akkor fel sem merül ez a... És ez nem hat rád pozitívan ez a fajta, mert ez egy nyomás, akárhogy is nézzük, tehát az élettől eszembe lett nyomás, hogy ez inspiratívan nem hat rád, hanem kifejezetten akkor egy ilyen, ha nem is benítólag, de hogy egy ilyen rossz hatása van. Olyan szempontból hat, hogy azért bizonyos ilyen hatékonysági stratégiákat mégiscsak kidolgoztam, de igazából az az élmény döbbentett rá most arra nem olyan rég, hogy ez tényleg hogy is van, hogy mondjuk most nyáron volt időm úgy összefüggően dolgozni napokig, aminél azt megéreztem, hogy hát ez egy más minőség. Biztos, hogy nem csak attól függ, hogy éppen mik a kondíciók, hanem az is, hogy mind dolgozom, meg hogy, de arra rádöbbent, hogy mondjuk az a normál üzemmód, ami évközben van, és az a, amin ezen belül, amit én a komponálásra töltök, hogy az egy, hát mennyire egy ilyen szorított uh-huh. idő. Aztán lehet, hogyha állandóan ez lenne, akkor... Jó dolgokban nem tudnád mit csinálni. Akkor meg nem lenne ideális. Úgyhogy lehet, hogy ez a hullámzás, ez a jó. De mindesetre ez érdekes tapasztalat. És visszatérve egy kicsit a Webernre, hogy ez a fajta rokonság, vagy ez a fajta gondolatiság, amit a Webernek a darabjai képviselnek, ezt gondolom jól érzem, hogy ez nálad ez lejelenlévő. Igen, hát a Webern most is, de főleg a mondjuk így a zenakadémista koromban egy ilyen nagyon fontos ilyen viszonyítási pont, vagy ilyen tájékozódási pont volt, és az érdekes, hogy én tulajdonképpen a Webernhez a Kurtágon keresztül jutottam. Azért is szeretem a Webernt, vagy azért érzek egy ilyen rokonságot, vagy hát szeretném úgy gondolni, hogy valami rokonság, mert azt érzem a zenén, hogy nagyon különböző irányokból
megközelítve is érvényes. Tehát, hogy, hogy egyrészt ott van ez a, tényleg ez a kristály szerkezet, meg a minden hangnak a helye pontosan, és, és, és az értelme. Ugyanakkor meg teljesen ott van benne a német romantikus hagyomány, és akkor az egyáltalán nem adja ki a teljes filmben képet, hogyha csak a, nem tudom, a szeriális utódoknak a szempontjából nézzük, hanem ott van az a Webern, aki vezérni a berkegedi versenyt, persze, meg az ongora variációknak az a... Hát meg a Schubert keringők. Ki is adták azt a kiadványt, amiben be van írva, hogy miket mondott, és hogy hát akkor mint egy Brahms intermezzo úgy kéne játszani, meg ott onnan lehet azt is tudni, hogy ő azt mondta, hogy amikor kérdezte az angolista, hogy akkor mondja már el, hogy vannak itt a rejék, és mondta, hogy ezt neked nem kell tudni. Igen. A V-ben egy ilyen nagyon, nagyon jó összefoglalása annak, hogy vagy egy ilyen példája annak, hogy ami számomra a zenében, vagy a zenédésben fontos. Mondtam még egy nagyon érdekes, kíváncsiságból megszámoltam, az eddigi kompozícióim 40%-ának a kiinduló pontját képezi valamely létező konkrét zenemű. Vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy milyen formában dolgozott fel őket? Hát ennek különböző fajtái vagy szintjei vannak, tehát van olyan, amikor mondjuk ilyen hallható idézeteként megjelennek a darabba korábbi zenék. Van olyan, amikor az alapját képezi, de tulajdonképpen az egész... Alapját képezi mit jelent, hogy hangrendszerben, formában, hát, miben? Igen, vagy a hangmagasságokban, vagy épp hogy az egésznek a formája leképez egy létező dolgot, de a hangok vannak megváltoztatva. Igazából az, hogy ez mennyire felismerhető a végén, az elég nagy skálán mozog. Tehát van olyan darab, ahol mindenki hallani fogja, hogy ez miből van, és van olyan, ahol pedig esetleg a Dargai Marci. És ő még ő sem. Igen. De, ha jól sejtem, a végeredmény szempontjából mindegy, hogy miből indultál ki, tehát nem a darab a cél, hanem hogy abból te milyen gondolatokat tudsz kihozni a saját magad számára, igaz? Igen, de azért az nem véletlenül, hogy mik lesznek azok, amik az alapjául szolgálnak a dolognak. Tehát általában maga az alapmű vett fel valami kérdést, ami engem elkezd érdekelni, és azért kezdek vele valamit, és nem csak arom az, hogy van egy ötletem, hogy valamit kéne csinálni, és akkor na ezt akkor most mivel csináljam meg, és akkor keresek hozzá egy alapanyagot. Olyan is lehetne egyébként, igen. Bár nehezebb lenne, de igen. És egyébként ezekhez mindig előadóként jutsz hozzá ezekhez? Tehát úgy jönnek veled szembe, vagy kifejezetten keresed, hogy hát ha van valami olyasmi, ami egyszer csak megfog, és tehát hogy nem tudod még, hogy mit keresel, csak keresel, hogy valami ilyesmi inspirálódást találjál. Direkt nem szoktam ilyet keresni, tehát hogy ezekkel vagy találkozom. Olyan volt már több alkalommal, hogy azért jött valami konkrétan, mert a felkérés arra szólt, hogy még egy olyan ez a darabhoz vagy arra reflektálni. Tehát nincs ilyen darabvadászat. De nem, tehát hogy darabvadászat nincs, ezek inkább szembe jönnek. Igen, szembe jönnek. Meghallgatnánk a te darabodat is, mégis a Subito Piano ciklusból lenne a Gleiten der Glocken, az utolsó tétel, és abból csak egy részletet meghallgatnánk. Ez sem megy végig, sajnos. Thank you.
Azért is olyan vében rád való hatására beszélgetünk, mert ez teljesen más. És hogy viszont ez hoztam egy ilyen érdekes idézetet, amit mondtál, hogy majdnem minden zenémet, tehát egy olyan szituációba képzelem el, ahol emberek közösen csöndben hallgatják. Viszont ez az elképzelés nálam nem csak egy elméleti feltételezés, hanem az alkotói munka fontos része. Ülök a szobámban egyedül, és elképzelem, hogy az éppen leírt leírandó hangokat hallgatom sok ember között. Ez a furcsa munkafázis az intuitív és spekulatív eredmények egyfajta szűrőjeként működik. Csak azért gondoltam ide hozni, mert ugye pont ebben a darabban, ugye ráadásul a zongorista elhagyja a színpadot, miközben még szól a hangszer, és ugye szól maga a darab, hogy mesélj nekem egyrészt a darabról is, másrészt pedig erről az elképzelésről, ez az egyedülülök is, elképzelem, hogy sokakam vannak, szóval ez miért ilyen fontos neked? Azért, mert valahogy nyilván az a szívfüggésben is, hogy előadóként ott vagyok a színpadon. Igen. Gyakran, ezért ebben a közegben képzelem el a darabjaimat. És amikor dolgozom magányosan, mint zeneszerző, és kívül az időn, olyan értelemben, hogy az, hogy mondjuk egy ütem mennyi idő alatt íródik meg, az ütemnek az ideje. Nem, nincs összefüggésben azzal, hogy ennyi, viszont valahogy ez az idő bevetettsége, ezt fontos átélnem az alkotás során, amit ezzel a módszerrel tudok, hogy végig képzem. Tehát biztos vannak olyan szerzők, akiknek hasonló módszerük az, hogy elzongorázzák, vagy zongora mellett komponálnak, vagy más hangszer mellett. Én sem nem zongorázom olyan jól, meg sokszor nem is olyan fajta zenéket írok, amit el lehetne. Brácsán pláne. De hogy valahogy szükség van erre az elképzelésre, hogy mintha ott lennék, és megtörténne, és akkor ez olyan értelemben szűrű, hogy csak mindenre akkor ebben a fázisban jövök rá, hogy nem jó, vagy jó, vagy az arányok nem stimmelnek, vagy ilyesmi. Még talán az is kapcsolódik ehhez, hogy viszonylag sokszor szoktam álmodni azt, hogy éppen próbálják, vagy játsszák azt a darabot, amit egyébként írok napközben. Aha. És akkor már a darabnak olyan részét is hallod, ami még nem írtál meg, vagy csak azokat a részét? Volt példa, tehát egy olyan konkrét példa van, amikor utána felébredtem, és vissza tudtam idézni, és még tudtam is használni azt, ami az álomban mármint kész darab, vagy annak egy része, vagy hangzása volt. De tulajdonképpen nem is azért, tehát azért ez ritka, általában inkább csak egy ilyen emlék van, egy benyomás, hogy mi volt, vagy olyan is van, hogy az álomba teljesen más hangszerelésű darab, de a tudatom szerint az ugyanaz. Ez ugyanaz, hanem inkább csak ez, hogy ez valahogy hasonló, hogy ahogyan élőben is elképzelem azt, ami még tulajdonképpen nincs meg, csak vagy éppen megvan, mint egy előadás, az a tudatalattiba is így kivetül. Erről a darabról mesélj, erről egy kicsit erről a zongoráról. Egyrészt ugye a címe is érdekes, a Subito Piano. A Subito Piano az egy egész zongoraciklusnak, egy héttételes ciklusnak a közös címe, és tulajdonképpen ez a cím ez kevésbé érdekes talán, mint a mint az, hogy a tételek azok valamelyik külön-külön is létező, vagy már előbb kész darab, például az utolsó tétel az a Glide and the Glocken. Itt arról van szó, hogy a zongorista végig egy hangot ismétel, egy álhangot a zongorán egy tempóval, mint hogyha egy harang lenne, és ugyanígy egy-egy hangnak az ismétlései szólnak még a zongorában levő hangszoróból előre felvett hangoknál, amik viszont fokozatosan nagyon lassan elcsúsznak hangolása szempontjából, és így jönnek létre a tétel során a különböző ilyen felharmonikus harmóniák. Ez a tétel, illetve mint különálló darab, ez eredetileg egy olyan eseményre készült, amikor Szőlősi Andrásnak a filmzenéivel erről tartottunk előadást néhány kollégával. Ott mindenki hozott is valami
darabot, ami valahogy kapcsolódott, és a szülési nézek a harangok. A harangok az alap dolog. Alap dolog, és akkor írtam ezt a tételt, ami aztán bekerült ebbe a ciklusnak a záró darabjaként, és akkor itt a ciklusban már van egy ilyen színpadi plusz jelentősége, hogy a végén, hogy ezt pont nem hallottuk a tétel végét, ahol már ugyanez az A hang maradt csak, amit ugye a zongorista játszott, közben lemennek a fények, és amikor följön a fény, akkor még szintén szól az A hang, viszont senki nem ül a zongoránál, mert közben hát egy ilyen trükkel az már tulajdonképpen csak a felvételről szól, és közben kimegy a zongorista. Fontos ez a fajta koncerti, hogy mondjam, egy ilyen koncertszituáció a darabjaidhoz, vagy mert ez például egy színházi szituáció, ugye ez a kis magic a végén, hogy ezek neked ilyen fontos jelentéstartalommal bírnak? Sokszor igen, illetve maga az minden esetben fontos, és ez is oda kapcsolódik, hogy elképzelem a darabját előadva, hogy mindenre úgy gondolok, mint egy előadott dolog, és szerintem onnantól, hogy van egy színpad, és kijön egy zenész, az a színház. Uh-huh. Abban a szempontból, hogy ezt mennyire erősítem ki én tudatosan mondjuk ilyen típusú színpadi gesztusokkal, abban már különbözőek, tehát hogy van, amikor egyáltalán nincs ilyesmi, ennél a darabnál, a ciklusnál ott tulajdonképpen itt ez fontos. Ugye a cím, a Subito Piano az leginkább a darab legelső mozdulatára utal, amikor megint az angolista, és még a taps közben egy ilyen glisszandóval ül le, tehát hogy rögtön bele csap a dolgok közepébe, illetve aztán ez a zongorából szóló hangfelvételről jövő dolog, ez nem itt az utolsó tételben jelenik meg először, hanem közben van egy ilyen tétel, amikor váratlan egyszer csak megszól egy hang, ahogy egyébként nem szólhatna meg, mert a zongorista éppen látszik, hogy nem üt le hangot. Itt ez ilyen többféleképpen bejön, de általában úgy akkor érdekel ez, vagy akkor használom ezeket az elemeket, hogyha ez valahogy szervesül az egész kompozícióba. Uh-huh. És az ilyen színházi irányba te ki akarsz mozdulni? Vagy mozdulsz éppen? Vagy, tehát, hogy ez akár opera, bármi ilyesmi, ami, vagy operaszerűség, ilyenek ezek érdekelnek? Hát nem igazán. Illetve az operával úgy vagyok, hogy van egy ilyen nagyon távoli dolog, hogy hát biztos egyszer el kell jutni, nem biztos, hogy a kurtági kort megvárom ahhoz, hogy az ember operát írjon, mert maga a műfaj érdekel, meg és visszautalva a beszélgetés elérje át a gyerekkoromnak a egyik legnagyobb ilyen általános zeneélménye az opera játszás, és hogy ott voltunk tényleg minden operána. Hogy ez nagyon része volt, aztán mint zeneszerző nem kerültem. Csak mert ezt mondod ugye, hogy onnantól kezdek jön, az már egy színház, ez általában olyanok szoktak éneket mondani, akik érdekel ez a dolog annyira, hogy színházként fogja fel. Csak azért kérdezem. Igen, tehát én úgy vagyok ezzel, hogy valószínűleg, hogyha eljön valami olyan dolog, amire azt érzem, hogy mondjuk egy olyan szöveg, vagy olyan, ami mindenképpen azt hozza ki belőlem, hogy operának kell lenni, akkor nem fogok ennek ellenállni. Uh-huh. De egyébként én például a vokális zenével, vagy a szöveges zenével is úgy vagyok, hogy elég nehezen találok olyan szövegeket, amivel én zeneszerzőként tudok mit kezdeni. Aha. Tehát nem vannak olyan kollégák, akik bármi, és nagyon inspirálódnak ebből. Én sokat olvasok, de kis százalék az, amit úgy érzem, hogy valamit én zeneszerzőként csinálok vele. Tehát az opera vagy a színház is szerintem ezért sincs annyira így a
előttem. Hogy... értem. Mondtál egy ilyen érdekeset, hogy a fontos sokkal inkább az, hogy a darab valamit elindítson a befogadóban, valamit, amit semmi más nem tudna elindítani. Hogy ezt meg tudod egy kicsit fogalmazni, hogy mi az, amire egyrészt, amire számítasz, hogy tök jó lenne, ha elindítana benne, tehát hogy van-e ilyen megfogalmazható a fejedbe. Másrészt meg, hogy mert szerintem ez már annyi merítés bőven van benned, hogy volt-e olyan, amikor visszajelzésbe kaptál valamit, hogy ő benne azt indította el, és te nem számítottál rá, vagy számítottál rá, hogy valami ilyesmit kéne, és tényleg azt el is indította. Hogy ez meg lehet valamennyire fogalmazni, hogy te mit számít, mire számítasz, amikor meghallgatják? Hát nem nagyon. nem nagyon, mert van amikor azt gondolom, hogy egy dolog kiválthat valamilyen hatást, amit, vagy hogyha elképzelem, hogyha ezt nem én írtam volna, akkor uh-huh. nagyon belőlem ilyen hatást váltana ki, de mondjuk ezek nem annyira érdekesek, ezek a visszajelzések, amikor ez beigazolódik, hanem inkább az, amikor meglepő, hogy valakiben mondjuk milyen mozzanat, vagy és tudsz ilyen példát mondani? Milyen asszociációkat aha. keltett egy dolog. Kicsit irigylem az irodalmat abból a szempontból, hogy valami megjelenik mondjuk egy jelentős regény mondjuk, és arról kialakul egy diskurzus. Megjelennek kritikák, beszélgetések, de még az is, hogy nem tudom, a kocsmába vagy a uh-huh. vagy bármilyen társaságba beszélgetünk róla. És hogy ez mintha nálunk a zenészeknél egy sokkal szűkebb dolog lenne. Tehát, hogy mi az a mű az elmúlt, nem tudom, 20 évből, amiről több mint két kritika megjelent. Vagy amiről... Azért van, kicsit rossz májú vagy, de van, igen. Hát esetleg a színházi jelenet. A színházi jelenet, egész hát biztosan igen, van. De igen. Hogy mi az a nem színházi zenemű? Hát a Jeneinek a Lotti szertartása, a Kurtágnak a darabjai rendszeresen. Azért vannak ilyen úgymond sztárszerzők, akiknél azért jelenik meg ilyen. Jó, megjelenik egy beszámoló, vagy uh-huh. kettő, de hogy egy kritikai diskurzus kialakulna, az... Jó, tehát ahhoz egy fórum is kellene. Tehát kellene egy összetartó bagás, kellene egy fórum, akik ezt magukének érzik, kellene kritikusi cég, akik ezt csinálják, akik kifejezetten a zenéhez értenek, tehát nagyon sok minden feltételem adott. Csak hogy emiatt tulajdonképpen van egy olyan érzés az embernek, hogy valamit megcsinál, eljátszik, kikerül, és egy ilyen légüres térbe ja. Megy. Tehát, hogy nyilván értem, hogy miért van, meg logikus, meg az is persze logikus, hogy hát az irodalom az ugyanazon a nyelven van, ahogy a diskurzus. Ez a nagy hátrányuk is, igen. Mostanképpen igen. A zenéről zenélni kéne, vagy nem tudom, mi lenne persze, a megfelelő. De hogy azért van... Tehát, hogy ezt hiányolod magyarul ezt a fajta visszajelzést, meg ezt a fajta beszélgetést ezekről a dolgokról. Hát igen, vagy igen, hiányolom, illetve amikor aztán mégis van, akkor az megmutatja, hogy de milyen lenne, hogyha... Azt hittem, azt mondod, hogy megmutatja, hogy miért nincs. Olyan is van. Igen. Értem. Aha. Tudom, hogy te nem szoktál ilyeneket mondani, de azt meg szabad kérdés, hogy most dolgozol valami nagyobb vagy kisebb műben, vagy most éppen csak tanítás és gyerekek, és nem nagyon tudsz. Most éppen előtte állok két elég fontos bemutatónak. Uh-huh. Az egyik egy ilyen három előadós kantáta, uh-huh. a másik pedig egy ilyen régebb óta íródó dalciklusnak a bemutatója lesz decemberben. Csupa szöveges. Mit akarsz? Előbb mondtad, hogy mennyire nehezen dolgozol, csupa igen, szöveges darab. Igen, érdekes, hogy amikor viszont megvannak azok a szövegek, vagy uh-huh. kialakul, akkor meg nagyon szeretem azokkal való munkát. Uh-huh. Szóval az meg egy ilyen sok szövegű, sok nyelvű ciklus, ami az Altatók címet viseli, és uh-huh. elég tág összefüggésben valahogy mindegyik az Altatóval uh-huh. van összefüggésben. De ezek már kész darabok, amit most írok, az pedig egy ütő hangszeres trió.
Peti, én nagyon azt kívánom neked, hogy legyen sok időt. Legyen sok időt alkotni. A három gyerek mellett nem egyszerű, de egyébként meg hát remek nyári zeneszerzőkről is tudom a zenetörténet, akik nyáron alkottak sokat, és abból megértek, úgyhogy nagyon sok időt kívánok neked az alkotáshoz. Köszönöm. És nagyon köszönöm, hogy itt voltál.